9. pálya, Castle Gardens. 9. ugye? Ja, zsír. Na, kikötőből indulunk. És kurva kevés életerővel egy kastélynál, ami ebből a zöld téglából van összerakva, ami szerintem meglehetősen furán néz ki, de hát ez csak az én ízlésem. És meglehetősen sötét hangulatú zenével, de hát ez van. És ott egy gyorsabb villogó kulcs. Az agyát picsáját! Mekkorát repültem, hoho! Ennyi. Más nem lehet csinálni. Azt meg oda csak, hogy bónusznak küldtem. Na. Nem hiszem, hogy nehéz pálya lesz egyébként. Bár itt már kezd jönni a szint. Igen, ott ki is van írva a pálya neve, Castle Gardens, így tök díszes formában rá a pályára írva. Kastélykertek egyébként azt jelenti, hogy valaki nekem tiszta. Ó, ez meg. Na, emlékszem már, amikor ezt először játszottam. Ugye az élén mentett át azt egy speciális Doom szörny fegyvermóddal játszottam ki, ami randomizálta az anyát picsáját. Na! Ami teljesen randomizálta ugye a játékban felbukkanó szörnyeket, fegyvereket, itemeket, stb. És hát ez néha meglehetősen megnehezítette a dolgokat, de én mégis imádtam. Nekem körülbelül olyan volt akkoriban az, mint ma a fiatalabb játékosoknak a Brutál Doom. Aztán valahogy maga a Brutál Doom az nekem ugye nem maradt el annyira, ezt már említettem korábban. Jó egyébként meg minden, de ha meg is nehezíti a játékot, de nem ad hozzá annyi élmény, vagy nem tudom, meglepetés élmény, mint amivel én játszottam. Én az Eons of Death-fel játszottam ki annak innen az Alien Vendettát. Hát nem volt könnyű. Úgyhogy bele számolta bele még ráadásnak a két titkos pályát is. Az anyád. Gulyószúrós a háttérben. Onnan is el tudom találni. Basszantó. Hát látok egy hajót. Anyád. Júj! Ott nagyon majdnem minőség belőttem magamat. Az baromi közel volt. Na, ott egy hölgyéken, csak nem a Going Mary. Hát, nem tudom, döntsétek el magatok. Én nem hinném, hogy az lenne. Sajnos. De röhögnék rajta egyébként. Ó, oh, arra ott van, oda? Mire fel egyébként? Tehát, hogy itt nem nagyon van értelme. Ó, oh, necces, nincs elég medikit. Egyébként meg teljesen megcsinálható eddig. Csak százszor, én most hiszem, csak észre aztam, hogy itt azért kicsit többen lesznek. Mert ma van BFG-m is a kurva életben, és fejtettem, minden fegyver megvan. Hoppáni gyerekek, hoppá. Na, ez már jobban néz ki, mint valami, ami kertben van. Vagy két a vető. Ojaj. És nem volt lezárva az izé. Kiárat, ki tudtam szökni a gecibe. Ugye az itt mekkora cumi lenne. Az ember nem tudna innen kiszökni. Ó, oh, arra azt mondtam, hogy hallottam? Ja, nem persze, Baron az még ott van, igen. Meg ott kettő meddig itt nekem. Ó, oh, hogy visszatértünk, ja, hogy ja. Erre meg már voltam. Jó, most csak kicsit elbambulok, azért mászkálok itt, tehát hogy mondtam, hogy azért kicsit jobban tájékozódok, mint Zorro. Anyád, te honnan kerültél ide? Téged honnan szartak oda a nagyvilágba? Pa. De meg itt nem voltam még, ja, jó, oké. Okay. Itt azért már kicsit jobban, mint a vérengzés. Oh, ott azt nézzétek. Mondjuk ez... Ja, ez nem annyira okos ötlet ilyenkor. Arról van szó, hogy az égből fel van osztva ilyen szektorokra, és annak a szélét emelik meg. Csak ha meg oldalról ide mész, akkor meg látszik, hogy egy ilyen lapos fel az egész, és nincs mögötte semmi. Ami elég rondán néz ki. A Doom 3. epizód első pályáján volt egy ilyen trükk egyébként már a legelején rögtön. Tehát az még ugye nagyon régen készült, ahhoz elmegy.
Tehát, hogy ott az megbocsátja az ember az eredeti pályában, hogy ilyenek vannak. Egyébként esztétikai szempontból fenomenálisak voltak a korukhoz képest. Tehát azért már jobb dumpályákat lehet csinálni, mint az eredeti pályák, de azt, hogy általában úgy adták, hogy ilyen pályákat csináltak hozzá, hát az meglehetősen becsülendő. És most akkor már a fuckerbe már megint. Ez nem gyűlik, azt felfogtam, csak bocsájászni alapon. Vissza kéne mennem esetleg, vagy itt fő. Ja, itt fő, hát persze, hülye vagyok. Ja, hát igen, az a pálya eléggé össze-visszás, tehát hogy ez a padló ide nem annyira indik. Ezt elég sokat lőjezi már korábban, de... Jaj! Hát persze, mellé estem. Kiút meg nincs. De van kiút, jó, oké. Hogy felmászni a kastély falán. A mi az kiálló téglákon. Kreatív. Úgy azért nem mondanám annyira epikusnak a pályát, mint amilyen epikus a neve, de teljesen korrektem. Szerintem meglehetősen korrekt és király eddig. Ó, na ez már kevésbé. Meredek szűk lépcsők és kétkeködé van vár rám. Ajaj, azok is tudnak alapni elvileg. Hogy a fazba tudtam úgy lőni a BFG-vel, hogy nem halt meg mind a kettő? Én szégyellem magamat, hát mondjuk nekem is kéne, mert ilyen balfasz módon sincs csak én tudok lőni, de hát ez van. Úgy valami kint. A kurva anyádok! Pont a hátam mögé! Az nem mellé is megött az a lövésem. Fasza. Meglehetősen ütös egyébként a dizájn, tehát hogy így mondom, hogy a textúra aszfalt az kicsit furcsa volt, de maguk a részletek, a részletesség az meglehetősen király. Nincs semmi, ez mi mondja, ó, de szép ilyen könyvtárszoba, vagy mi ez. Csak tudom, hogy mi a toszt keres ez itt egy könyvtárban. És persze hatalmas mészárlás lesz, ó, tudtam. Csak azt mondom, hogy golyószórósokkal. De pont úgy van kialakítva itt ezekkel a spiálos könyves polcokkal, hogy el lehet kerülni. Na és most akkor ez miatt taszkít ki egyébként? Valami titkos helynek jelen. De... Jó lenne azért fel is fedezni, hogy most akkor mi a szart nyit ki pontosan, mert ide estől nem tudom kitalálni. Nem, itt semmi nem mozdul. Hát ez van, gondolom. Lényeg, hogy megvan a kulcs. Ó, oh, egy ácsvány. Egy meglehetősen szép szobában egyébként. Aj, picsával, nem... Utálom, hogy ilyen pazarlóan használja fel. Na, és ezeket a spirálozásokat egyébként baromira imádom, bár hogy látom, ez csak simán középső textúrából van megcsinálva. Ja. Ja. Ezt nem tudom, hogy adatek be egyébként. Furcsa. Ez elvileg ilyen kamu 3D. Tehát a sumadon nem tud 3D-t, ugye mondtam. Készülve nem lehet egy más alatt vagy fölött. Nem egyszer, csak egy. Tehát ennek nem szabad egy kinéznie. Annál ütése? Mondjuk, hogy engedjük ki azt, ami itt van. Ó! Oh. Hoppá. Ezt akartam tudni egyébként, az új textúra, hogy itt a kő meg van repedve, és akkor ott be lehet tenni mögé ilyen vizeses textúrákat, most is savvizeses konkrétan, meg ilyen szarokat. Milyen tök menő néz ki. Appa, az meg, na ezt utána az ilyen szűkös helyekben egyébként. Te gondolom, föl kell készülni rá. Ó, az anyád. Az anyád. Így. Sokkal az elveszi fel, de nincs. Nem megy 8-on alá. Úgy. Ez kihullott a tégla. Tehát mellette csak a sabbizes is már megint. De tetszik ez a hely, leszámítva azt, hogy ez a barna tégla a szürke falhoz van, mi egészen ocsmányú néz ki. Tehát, hogy nem passzol a leghalványabban se.
Tehát ez van, gondolom. Az ilyen napos 35-re az ilyen mentettában, de nem fogom emiatt lesavazni. Ezt a pártnak aztán főleg nem. Oké. Okay. Ah, értem. A kiárat. Ja, az a pálya vége? Na álljon meg a menet. Hát nekem itt van még a piros kulcs. Vissza lehet itt menni? Vissza lehet menni, hála jó Istennek, jó van. Hát tényleg az a piros van a... Ja, hogy eleve a piros ajtó jöttem be. Jó, bocsánat, nem figyeltem. Azt hittem, hogy izé... Hogy ott hagytak egy ajtót, egy opcionális kulcssal, ami esetleg bónuszokat nyit ki, tehát ilyen plusz lőszer, plusz fegyver, életerő, stb. Bár nem minimum nagy szükségem lenne rá, főleg nem ezeken a pályákon, főleg nem így ugye közepes fokozaton, mert hát azért tudom csinálni, mint látjátok.